イチオシ Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! És sok szeretettel köszöntöm mai Pontma című műsorunk vendégét, Vészabó Péter informatikust, mesterséges intelligencia kutatót, és hát még annyi minden van a te címeid között, de szerintem maradjunk ennyiben, mert a mai beszélgetésünk témája a mesterséges intelligencia lesz. de már nagyon sok helyen sokat beszéltél erről a témáról. Régebben még nagyon idegennek tűnt mindenki számára. Manapság azért már nagyon kevesen vannak azok, akik nem hallottak, nem olvastak valamilyen szinten. Erről, amit hol MI-ként, hol AI-ként rövidítenek, na ez mind ugyanaz. Ezt mondom önöknek. Nos, hát egy picit próbáljuk meg összefoglalni közérthető nyelven, hogy mi is ez az egész, röviden, hogy aztán tudjunk más témákra is áttérni, vagyis tudjuk részletesebben kibontani a témát. Köszönöm a meghívást. Én jobban szeretem a gépi tanulást, mint meghatározás, mert sajnos már a marketing hatására, meg a nagy média figyelem hatására most már kicsit olyan, hogy mindenki erről beszél, hogy MI, meg AI, és gyakorlatilag bármivel rá lehet húzni. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy minden olyan rendszert nevezzünk mesterséges intelligenciának, ami az emberi intelligenciát Valamilyen formába utánozza, de, de már a már, ha, ha ebből indulunk ki, akkor szinte minden informatikai rendszerre ez valamilyen szinten elmondható. Ami egy, egy szűkebb és sokkal jobb meghatározás a, egy alterülete ennek, ez a gépi tanulás, ami az emberi tanuláshoz hasonlóan egy hiba elkerülésére történik, irányuló cselekvés sorozat egy, egy gép részéről, aminek az lesz az eredménye, hogy egy, egy problémát mind jobban és jobban meg tud oldani a gép, ahogy tanul, majd lesz egy úgynevezett betanított modellünk, amit tudunk használni ennek a probléma csoportnak a megoldására, és itt nyilván a, a legismertebb példa manapság ez a, az OpenAI-nak a ChatGPT-e, ami ugyancsak egy ilyen előre betanított Generatív modell, amivel tudunk beszélgetni, mint hogyha egy emberrel beszélgetnénk és nagyon sok mindent meg tudunk vele csináltatni, akár munkát is, sőt, iskolai házi feladatot is. És ez a mai gyerekek számára abszolút nem ismeretlen, anélkül, hogy mi szülők vagy felnőttek erről felvilágosítottuk volna őket, hiszen a nap a 11 éves lányom is azt mondta, hogy egy bizonyos szöveget ő a vel íratott meg, és én csak meresztettem a szemem, hogy te erről honnan tudsz, rám nézett, aztán miért ezt mindenki tudja. Nos, milyen fajta munkát lehet vele elvégeztetni? Én úgy gondolom, hogy a, a, ezek a ne, nem csak kimondottan az OpenAI chatgpt vel hanem ezekkel a, a generatív modellekkel már szinte bármilyen informatikai, digitalizált munka elvégezhető, és nagyon rövid időn belül a fizikai valósággal is egyre jobban és jobban tudnak majd interakcióval lépni, Úgyhogy gyakorlatilag nincsen. Nincsen ennek semmilyen korlátja, bármit, amit egy ember el tud végezni, azt elméletileg egy, egy modellel, egy betanított modellel meg lehet csinálni. Most, hogy ezt konkrétan elkészítette valaki, ezt a betanított modellt, vagy a meglévő modellek közül valamelyik mennyire jó, itt azért még rengeteg fejlődési lehetősége van. Ez egy nagyon, nagyon új és robbanásszerűen fejlődő tudomány, de én úgy gondolom, hogy egy tíz éven belül nem lesz olyan emberi munka, amit ne tudna egy mesterséges intelligencia elvégezni. Én egy érdekes dolgot próbáltam ki a saját, saját szakmámon belül. Azt mondtam, hogy írjon egy cikket egy megadott témába, és akkor kíváncsi voltam, hogy mit fog ebből kihozni. Percek alatt elkészült, és ott volt előttem, úgymond az újságcikk. Természetesen ő azokból az információkból dolgozott, amik az interneten abban a témában megjelentek, és amiket megtalált elég gyorsan. Nos, tehát azért arra is kell számítsunk, hogy nem minden hibátlan amit a géptől válaszként kapunk. Tehát becsukott szemmel azért nem kell elfogadni az embernek mindenféle választ, igaz? Hát egyelőre még nem, ez is sokat fog javulni, illetve ugye a, 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 a GPT modellek a ben a, a rövidítésbe is a P betű az, az, azt rövidíti, hogy pre -trained. tehát ugye ez előre van tanítva, egy adott dátumig ismeri a, a valóságot, és azután pedig csak akkor tud valamit, hogyha ha el tud érni, például van egy, van egy olyan könyvtár, amit mostanában kezdünk is szélesebb körbe használni, ez a lengcsén, amivel az is megoldható, hogy egy nagy nyelvi modell elérje akár az internetet, akár egy belső adatbázisunkat, bármi ilyesmit, és akár így az is megoldható, hogy naprakész információi legyenek, illetve ezzel lehet csökkenteni azt, amit manapság valami reszonosodott meg a köznyelvben, hogy halucináció, amikor a, a, modell teljesen valótlanságot állít, és ezt is nagyban le lehet csökkenteni. És gondolom, hogy egyre precízebbek lesznek ezek a, hogy mondjam, a módszerek a valósághoz közelítés. Nagyon sokan azt mondhatják erre, amiket te az előbbit elmondtál, hogy hát ez kit érdekel, engem úgysem érint, én elmegyek a piacra, megveszem a paradicsomot, és elmegyek a nagyáruházba, megveszem a főzdivalót és a tejet, és akkor mit érdekel engem ez a mesterséges intelligencia. Én azt gondolom, és kíváncsi vagyok, hogy te erről mit mondasz, hogy néhány éven belül, és nincs is az olyan nagyon messze, amikor nem tudjuk ezt egyszerűen a hétköznapjainkban elkerülni azt, hogy találkozunk ezzel, a, ezzel, az újdonsággal, ma még újdonsággal? Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy valamilyen mesterséges intelligencia, sőt, több modell is egész biztosan fut az okos telefonunkon, akkor egész biztosan nem tudjuk elkerülni. Ugyanúgy, hogyha leülünk egy, egy webáruházat használni, de, de nem is kell webáruház, tehát a, a, a példából kiindulva, hogyha mondjuk elmegyünk egy, 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 nagy hipermarketbe, ott is egész biztos, hogy a, a készlet előrejelzését valamilyen modell végzi, az is nagyon valószínű, hogy a, az ellátási láncba egyre több mesterséges intelligencia alapú megoldás fut. Most ez nyilván függ üzlettől és, és a, a nagyobb áruházláncok azok általában hamarabb bevezetnek ilyen módszereket. Ugyanakkor, bocsáss meg, azt olvastam, hogy akár, tehát ugyanez mesterséges intelligencia felhasználásával készülnek azok a helymeghatározó applikációk, amik alapján egy városba elboldogulunk, vagy egy országúton, tehát a különféle GPS technológiák. Igen, hát maga, maga a GPS az csak egy koordinátát mond meg, az... Tehát az, hogy ott beszélget a telefonunkon igen. a néni, és mondja, hogy forduljon balra, igen, és... Igen, az, az és... már... Igen, meg, meg az, hogy két pont között megtalálja a számunkra ideális utat, illetve több útvonalat tervezzen, az, hogyha... Ha most robbanna be a véz a köztudatba, akkor egész biztosan úgy reklámoznák, hogy mesterséges intelligencia alapú navigáció. Tulajdonképpen az, de mondjuk így komplexitásában a. Ez érthető, ismert, amikor az izraeli startup, aki kitalálta ezt a vészt, amikor ezt először létrehozta, akkor még nem volt ekkora hírértéke a mesterséges intelligenciának, éppen ezért ők nem erre fektették a hangsúlyt, de a, attól ott van mögötte, és, és a folyamatos fejlődése az, az most már minden szoftvernek elválaszthatatlan a mesterséges intelligenciától mert a programozók maguk is, és mi is, és más is, használja a mesterséges intelligenciát arra, hogy programot írjon, mint például a GitHubnak a copilot -e, de most már több, több konkurens megoldás van, amivel gyakorlatilag oda jutottunk, hogy a mesterséges intelligencia írja a mesterséges intelligenciát. Szóval nagyon sok minden van. Itt nagyon, tehát néhány példát felsoroltunk, ezek igazából pozitív példák, tehát olyan példák, amelyek segítik a mindennapjainkat, akár a programozóknak, akár azoknak, akik csak távolról nézik a programozókat, de szóval, hogy mindenkinek az életében jelen vannak. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy tartanak a mesterséges intelligencia egyre nagyobb terjedésétől, tehát hogy félnek tőle gyakorlatilag. Miért kell, ha egyáltalán kell félni tőle? Elhangzott az nagyon sok fórumon, hogy nagyon sok ember elveszítheti a munkahelyét, mert hogy emberi munkaerőt helyettesíthetnek ezzel. Te hogy látod ezt? Én úgy gondolom, hogy ez, hogy elveszi a munkát, ez minden új technológiánál előjön, és ugyanúgy, ahogy az autó elterjedése nagyon sok fogadhajtónak, és fuvarosnak, és fiákeresnek, és a többi elvette a munkáját, idézőjelbe, de utána meg új munkahelyek teremtődtek, kellettek sofőrök, autószerelők, stb. Most nem azt mondom, hogy a lovász fiúból egyik napról a másikra autószerelő lett, de egy, egy munkahely, hogyha beszűkül, nem, nem tűnt el teljesen, mert manapság is vannak, akik lovakkal foglalkoznak, és ez nagyon jó, csak sokkal kevesebb kell, mint amikor a, 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 ez volt a. A, a, a fő módja a helyváltoztatásnak, áruszállításnak a városon belül, és a többi. Most ehhez képest ez nagyon, nagyon beszűkült, és nagyon elterjedtek az autók, aminek minden előnyét és hátrányát élvezzük manapság is. Ugyanúgy a mesterséges intelligencia is persze rengeteg munkahelyet megváltoztat, bizonyos szakmák nagyon beszűkülnek, pont azért, mert nincs rá szükség, de ugyanakkor rengeteg új szakma nyílik. Például most nagyon népszerű az Egyesült Államokban ez az új szakma, amit úgy hívnak, hogy prompt engineer, ami azt jelenti, hogy olyan ember, aki jól tudja promptolni ezeket a mesterséges intelligenciákat, jó parancsokat tud adni, egy picit technikai szakma, de nem kell programozónak lenni hozzá, hanem olyan, olyan ember, aki aki nagyon jól tudja használni a jelenlegi gépi tanulási modelleket, vagy nagyon sok ember kell a, a modellek minőségbiztosításához, a, a felügyelt tanításhoz, mai napig is. A, a, akár az, az OpenAI-nak, a ChatGPT-e, akármilyen más modell, a, a milyen kis részben felügyelt uh, tanítás alapon tanul, ami azt jelenti, hogy a tanítás során ugyanúgy, mint az embernél, van egy ilyen mesterséges intelligencia tanítónéni, vagy több, aki elmondja, hogy akkor ez, ez jó, ez nem jó, és a többi és kiszűri a, a nem jót a jó közül. Úgyhogy ebből a szempontból ez, ezek teljesen új szakmák, amik megjelennek. Nálunk van már ilyen, vagy egyelőre csak az Egyesült Államokban? Nálunk is van, tehát mi is uh, itt vásárhelyen is foglalkoztatunk uh, uh, minőségbiztosítási szakembereket, kimondottan mesterséges intelligenciához. E, és, uh, Mihez ebből, kell értenie annak a szakembernek, aki egy ilyen munkára jelentkezik? Vagy milyen szakembernek kell lennie, hiszen erre képzett szakember gondolom nincs még, mert hogy nem volt mikor kiképezni annyira új a dolog. Így van, ennek még, még jóformán mozertana sincs. Itt, itt a legfontosabb az, hogy valamennyire értsen ahhoz a szakterülethez, amire meg akarjuk tanítani a mesterséges intelligenciát, hogy azt kiváltja. Például, hogyha mi ugye a képalkotó mesterséges intelligenciákkal foglalkozunk, meg képilátással, meg ezeknek ipari, marketing és egyéb alkalmazásaival, tehát minden a kép körül forog, ami azt jelenti, hogy nekünk olyan szakemberekre van szükségünk, akik valamilyen szinten értenek a a hagyományos digitális képfeldolgozásba. Már most ez, ez megint a, a digitális képfeldolgozás se egy túl régi szakma, de a, ahhoz értő szakemberek már, már úgy, úgy vannak. És hogyha ez megvan, akkor a következő lépés az, hogy hogy meglegyen az illetőnek ez, amit úgy szoktak mondani, hogy a művész szeme. Tehát legyen az a, az a látásmód, hogy meg tudja állapítani, hogy ez szép, ez nem szép, ez jól néz ki, itt mit tudom én, túl gyenge a kontraszt, bármi ilyesmit. Tehát, hogyha megvan ez a látásmód, akkor, akkor meg tudja ítélni azt, hogy a mesterséges intelligencia kimenete az jó vagy nem, az előző modellhez képest, vagy az előző verziójához képest tanult vagy nem. És, és ilyen, ilyen kérdésekben még mindig az emberi szemre hagyatkozunk, mert igaz, hogy vannak számok, ami alapján fut a hibafüggvény, ami alapján tanul, de ezek a, ezek a mérőszámok nagyon nehezen tudják azt leírni, hogy most egy kép szép vagy nem szép. Vannak erre is matematikai módszerek, de a biztos módszer még mindig az, hogy, hogy megkérünk embereket, hogy használják, és akkor ők megállapítják, hogy ez, ez haladt vagy nem haladt, illetve milyen hibái vannak. Nemrég ért véget a vásárhelyi forgatag, és hát ott nagyon sokan megtekintették, gondolom sokan ellátogattak hozzá, ahol megnézhették ezt a rajzoló robotot, aki, ez előbb említetted, hogy képalkotással foglalkoztok. Mi a lényege ennek, illetve miért jó ez, mire lehet ezt használni? Mert azon kívül, hogy szép meg érdekes képek születnek, egy robot rajzolgat, úgy, hogy megtanították rá, mit lehet ezzel kezdeni? El, elsősorban ez egy, ez egy tudományos kihívás volt, és másodszorban uh, pedig uh, ez segít ráirányítani a figyelmet arra, hogy a, a mesterséges intelligencia az nem csak a virtualitásban létezhet, hanem a, a fizikai valóságba is. Sokan azt hozzák fel a, a, a mi és a más modellekkel szemben is, hogy ha ő rendben van, de de mi történik, hogyha nincs internet, vagy nincs áram, vagy bármi ilyesmi? Most, ha nincs áram, az tényleg probléma, de um, tényleg, hogy van akkumulátor, de hogy, hogy nem hat ez a fizikai valósága. És, és azt szerettük volna a forgatagon megmutatni ezzel a robotkarral, hogy ha van egy olyan modell, amelyik képernyőn meg tud jeleníteni rajzokat, azt össze lehet kötni egy, ebbe az esetben egy ipari robotkargal, és akkor az fog rajzolni a valóságba, akár grafittal, tollal, ecsettel, bármivel, hasonló módon, ahogy egy ember is rajzol, tehát nem úgy fog rajzolni, mint egy nyomtató, hogy pixelről pixelre kiteszi a pontokat, hanem húzza a vonalakat fel, le, jobbra, balra, és fokozatosan kialakulnak a foltok, formák, vagy vonalakból összeáll az a, az a kép, ami aztán felismerünk, hogy az valami. És, és ugyanakkor pedig a másik nagy probléma, hogy a mesterséges intelligenciának a fejlődése során, én, én úgy gondolom, hogy az volt a legnagyobb problémája, nem csak nekünk, hanem másnak is, hogy nehéz ezt bemutatni a. A, a, a néptömegeknek, és nehéz megértetni velük, hogy ez miért jó, és ebből a szempontból a ChatGPT volt egy igazán nagy áttörés, ugyanis minden mesterséges intelligencia gyakorlatilag egy csomó számból uh, megtanulja azt, hogy hogy lehet egy halomszámmal egy másik halomszámot csinálni, de, de gyakorlatilag itt mind csak uh, számok vannak, amik, amik nem túl érdekesek az átlagember számára. és annak ellenére, hogy az ipari alkalmazásai azok most már sokkal fejlettebbek és sokkal régebb vannak, sajnos azt tapasztaljuk, hogy Közép-Kelet-Európában nagyon sok gyár, meg különbözően összeszerelő műhely, meg bármi esmi, nagyon óckódik ettől, sokkal inkább felvesznek munka előtt még akkor is, mondjuk szakképzetlen munkásokat is, még akkor is, hogyha nagyon nagy a hiba lehetőség, nagyon sok idő betanítani, és a többi, mint hogy ezt próbálják automatizálni. Szerencsére most már vannak uniós programok is erre, meg országos szintű pályázati lehetőségek is, de, de még mindig nem, nem, látják, hogy akkor például, hogy hogy tud egy, egy finom műveletet lét, elvégezni egy, egy robotkar. Mindenki úgy gondolja, hogy a robotkar az valami olyasmi, mint a, a 80-as években, hogy ilyen több ezer newton erővel egy ajtót oda csap a az oldalához ehhez képest most már nagyon finom ilyen ilyen tized vagy század milliméter pontosságú műveletek mi is elvégezhetőek, és, és gyakorlatilag bárki számára nyitva áll a lehetőség, és, és is most már sokkal elérhetőbb. Az, hogy a, az, az, ipart tudjuk automatizálni is, mivel hogy ez egy globális gazdaság, és, és máshol ez már, Elég elő, 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 előttünk jár, ezért én úgy gondolom, hogy le van a, a régió gazdasága maradva ebből a szempontból, ez a, az Internet of Things a, és a, a, az Industry 4.0, tehát az ipar negyedik forradalma szempontjából, én úgy gondolom, le vagyunk maradva. Azért hoztam fel ezt a példát, ami a forgatagon volt, mert hogy ott fizikailag jelen voltak emberek, sokan megfordultak, gondolom téged is sokan meglátogattak ott a bástyában. Milyen visszajelzéseket kaptál? Illetve voltak-e akik teljesen kiválók voltak, teljesen, hogy mondjam, értetlenül álltak az hogy ez mi történik? És nyilván voltak olyanok, akik azért egy kicsit értették ezt az egészet. Mi, mi volt neked a tapasztalatod három nap alatt a visszajelzéseket illetően? Igen, tehát... Én, én úgy, úgy tapasztaltam, hogy a, a legtöbben pozitívan fogadták. A, egy, egy héttel a forgatag előtt voltunk a Kolozsvári Magyar Napokon is, ott is vittük a robotkat. Ott is hasonlóan pozitív fogadtatása volt. Mivel a, 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 a bástyában bent volt, ezért én úgy gondolom, hogy akik akik meglátogatták, azok nagyobb, nagyobb azért mentek oda, mert tudták, hogy ott mi lesz, akár látták szociális médián, akár mondta valaki, és akkor így, így, így picit így célirányosabban mentek oda, nem, nem, úgy, mint a sátrak esetében, ahol véletlenszerűen adott éved valaki. Illetve ami, ami kritikát megfogalmaztak, az, az valamilyen szinten érthető, ugye a a, a, a grafikusok, meg képzőművészek részéről voltak, akik, akik nagyon pozitívnak látták, nagyon jónak, de ugyanakkor voltak, akik azt mondták, hogy hát ez azért nem művészet, ez nem, ez nem az, itt hiányzik az ember, és ez ezzel teljesen egyetértek, tényleg hiányzik az ember belőle. Pont, pont ez a lényeg. És, és ugyanakkor mi nem a. Nem a képzőművészeket akarjuk kiváltani, ez egy pici félreértés. Én igyekszem mindenkit meggyőzni, vagy legalábbis megnyugtatni, hogy itt, itt nem az a cél, hogy akkor mi most haragszunk a képzőművészetekre, és azt szeretnénk, hogy holnap minden képzőművészeti alkotást gép csináljon, hanem mutassunk egy alternatívát, illetve nagyon sok olyan iparág van, aminek igénye van, nem a művészeti alkotásra, hanem a, a, a vizuális alkotásra nagy mennyiségbe. Gondolok itt konceptártra, gondolok itt játékokhoz, grafikára. A, 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 most nyilván a legnagyobb az mindig a marketing lesz, így a szociális médiának köszönhetően egyre nagyobb igény van mindenféle méretű cég esetében, hogy napi szinten posztoljanak, akár napi szinten többször. És, és mindig újat és, és mást. Mind, mindig újat és mindig mást, és, és ehhez ahhoz, hogy a posztnak jó elérése legyen, vagy egyáltalán felfigyeljen rá valaki, kell valamilyen grafika. De ha ugyanazt a stockfotót használjuk mindig, akkor az nem éri el a kívánt hatást. Úgyhogy ezzel én úgy gondolom, hogy a, a, a reklám szakma az, ami a, a, a legnagyobb arányban fog megváltozni ennek hatására, én nem, nem hiszem azt, hogy ha most mit tudom én, van egy, egy jó grafikus művész vásárhelyen, és van több is, akkor azok most már hónapra elvesztik a kiállítási lehetőséget, vagy megélhetést, vagy bármit. Én úgy gondolom, hogy ha valaki egy grafikát vásárol, hogy mondjuk kitegye otthon a falra, vagy egy, egy festményt vásárol, akkor az nagyobb valószínűséggel fog emberi festőtől vásárolni, mint egy géptől. Tehát nem helyettük, hanem mellettük. Ez, a, ez igazából a tanulsága ennek a történetnek. Nagyon kevés időnk van hátra, de mindenképpen meg szeretném kérdezni azt, hogy téged ez miért érdekel, miért foglalkozol ezzel? Kicsit ilyen személyesebben zárjuk a beszélgetést. A, a mesterséges intelligencia azért érdekel úgy általában, mert már 2015 óta foglalkozom vele, és már akkor kezdtem látni azt, hogy ez, ez ahogy fejlődik, hova tovább része lesz az életünknek, és, és ez határozza meg az informatika jövőjét, ez az egyik dolog, és hogy, hogy miért pont a, a képi világ. A, mindig hozzám közelebb állt a, a, a látvány, a kép. Ugye van mesterképzésem is grafikai és dizájnból, illetve mindig is szerettem én magam is kézzel festeni, rajzolni, pasztellel, akrillal, olajjal, grafittal és a többi. De most innen a, a, kettőnek a találkozási pontja nagyon adta magát, hogy akkor az, abba az irányba kezdjek kísérletezni, hogy hogy lehet a, a vizuális világot egész digitalizálni, megértetni a géppel, és hogyha megvan ez a megértés, hogy felismeri, hogy mi van a, a, a képen, akkor ezt meg lehet fordítani, és utána el tudunk oda jutni, hogy a, a gép generálja a képet gyakorlatilag a nullából, egy leírás alapján. Na most már generálja a képet, de gondolom van tovább is. Tehát... Így van most a a következő lépések, most több irányba kezdtünk el kutatni, most szerencsére már a, a, a csapatom is kezd nagyobb lenni, és nagyon sok a, a, szerencsére nálam okosabb ember is van benne, úgyhogy részfeladatokat nagyon szépen le tudjuk bontani. Az egyik irány az a, az a teljes weboldal elkészítése, szöveggel, képpel, a, mindennel, ami kell hozzá. A másik irány pedig... Mindenként a, az animáció iránya, ez még egy picit távolabb van, mert nagyon erőforrás igényes, hogy, hogy animációs filmeket készítsünk, de remélem, hogy jövő év elején legkésőbb már az első hosszabb animációs filmet be tudjuk mutatni. Illetve, ami, mivel nekem is van két gyerekem, az is nagyon érdekel, hogy ezt hogy lehetne, Bevinni az oktatásba, a, a képzésekbe, minden szinten, gyerekkortól felnőtt képzésig, meg, meg a játékokba, meg bármi ilyesmibe. Úgyhogy ebbe, a, ebbe az irányba is vannak kutatásaink, de jelen pillanatban ami kész van és használható, az a, az a képgeneráló tengerjágy. Na hát reméljük, hogy ez sikeres lesz, és jövőben mindenképpen találkozunk, de hát addig is, mert még nagyon sok témánk van. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, Vészabó Péter, Önöknek köszönöm a figyelmet, és azt, hogy ma is velünk tartottak, és megígérhetem, hogy folytatjuk még ezt a témát, mert nagyon sok minden van, amiről beszélhetünk. Viszontlátásra! Köszönöm szépen!